Na, nézzük is meg, hogy melyik videóm szerepelt jól, és akkor milyenből csináljunk újat. A 40, 30, 20, 70, az nem rossz, nem rossz, ebből lesz folytatás. 50, 50, 70, 30, 40, 40, 30, 90, Clash Royale Fidget Spinner. Na, nézzük, milyen videót csináltunk még. Clash Royale Fidget Spinner. Nézzük, milyen videók vannak. Ahogy itt az én videóm, Molt videója. Clash Royale Fidget Spinner Clash Royale Edition. 2.600.000. Úristen. Na jó, ebből most videót kell csinálni. Sziasztok srácok, itt Lesi Gyomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és mint itt a videó elején láthattátok, megvan, hogy miből fogok új videót csinálni, ebből, amit itt láthattok ugye ti is. Igen, amúgy ez csak egy ilyen kis megjátszott jelenet lett, vagy micsoda, ugyanis már láthattátok, hogy lájkoltam a videót, és már láttam is máskor, de ez tényleg durva, ami ezzel a videóval történt. Egy ilyen Clash Universe nevezetű csatornán van fönt, ahol igazából ilyen mindenféle videók vannak, hát nem olyanok, mint az én csatornámon, de hogy nagyon durva. Ezt aztán megnéztem live-ba, a The Most Satisfying Video Ever in Clash-el egy hónap alatt 4.400.000 megtekintés, szóval tényleg sok durva dolog van benne, és amúgy ez a videó, amit most meg fogunk nézni, nem fogom teljesen megnézni, egy kicsit bele fogok tekergetni, de hogy ez a videó, ez egy több videó összevágása igazából, de hogy nagyon durva, ez a csatorna hogy tele van jó ötletekkel, amit lehet, hogy fogok venni innen, meg nagyon durva megtekintésekkel, nem mindegy. Szóval ezt a Clash Royale, nem kell még egyszer megítni, mert egyszer megvan. Szóval ez a Clash Royale Fidget Spinner Clash Royale Edition, itt mint ez a videó, ez csak így igazából, hogy újra fel lett töltve, vagyis az eredeti videó ezen a csatorna, inkább új linkkel nyitom meg. Na, ezt elrontottam. Szóval azt mondom, hogy channel, megint mindegy, most már mindegy. Szóval igen, ez a channel, ez a Extreme Box nevezető channelem van, és már van azóta új bowleres fidget spinner, úgyhogy ezt meg fogom nézni. De hogy azt hiszem, ebben a videóban van az Ice Zárdos, Executioner-ös, Pekkás, Logos, Lava Hound-os fidget spinner, úgyhogy ezt fogjuk megnézni. Ezen a csatornán van eredetileg, és ez csak átvétel igazából. Úgyhogy nézzük csak, kicsit lehalkítom, mert nagyon hangosnak tűnik ez a dolog. Na, Clash Universe! Nézzük csak, miről van szó. Igazából csak ilyen random no copyright-os. Special thanks to Extreme Box. Akkor megengedte. Igen, be is mutatja a csatornát, iratkozzatok fel. Ó, és már több mint 20.000 feliratkozó van ezzel a csatornán miatta. Na, szóval igazából ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a fidget spinnereket. Azt hiszem még a közepét is megcsinálja, de hogy ez ilyen... Igen, nem a közepe, persze, ezzel a cuccból van az a csapágy. De hogy ezek ilyen polimer clay, vagy nem tudom, hogy hívják. Szóval ezek ilyen agyakból vannak tulajdonképpen. És itt ezekben a videóban azt láthatjuk, hogy az emberkénk hogyan hoz létre különböző dolgokat. Ami nem azt jelenti, hogy látjuk, hogy hogyan készül, és akkor most nekünk is kedvünk lesz megcsinálni. De hogy durva. Durva, hogy milyen Clash Royale Fidget Spinnereket fog csinálni, mik azok a csavarok ott az, amit fog csinálni. Jó, persze, hogy tényleg senki nem fogja megcsinálni nyilván ezeket, amiket itt mutat. Wow. Aha. Hát ez már alakul. Aha, itt pekka kardokat csinál, értem, de minek volt ez a sok csavar? Igen, ilyen nagyon ilyen alapos munka. Na, én most ezt megnézem, hogy igazából ez pontosan ilyen polimer clay. Na, ezt most megnézzük, hogy ez pontosan micsoda, mert a clay, azt tudom, mit jelent, de hogy most utána nézünk. Mi a magyar neve? Hűre keményedő süthető gyurma. Akkor ez gyurma, bocsánat, ez nem semmiféle agyag, vagy hasonló. Ez hűre keményedő süthető gyurma. Mondjuk, make sense.
Szóval, ja, ez ilyen nagyon gyurmának, de mennyire menő már ez a színátmenet. Ja, itt is, aha, itt volt, hogy 120 fokon kell sütni a sütőben 5-15 perc. Az 5 vagy 15 perc, az nem mindegy. Nem mindegy, és akkor így fog kinézni. Hát ezt egy kézzel elég nehéz megfogni, mint láthatjátok, de nagyon epic, ez egy pekkás fidget spinner. Ja, kinyitom már most, tényleg nézzük nagyba. Igen, lerak egy torra, és így pörög. Menő. Ja, igen, amúgy nekem is van, úgyhogy azt gyorsan most ugye előveszem, megmutatom. Ha esetleg valaki nem látta volna. Na itt vagyok, itt lenne a fidget spinnerem, az enyém csak egy ilyen hétköznapi, semmi extra kék dolog, de nagyon-nagyon sokféle és jó van amúgy. Úgyhogy ja, nekem ilyen van már, ezt a Clash-es fidget spinneres videót, ha esetleg nem láttad, akkor mindenféleképpen nézd meg. Szerintem egész jó lett, ugye az van benne, hogy fidget spinner ezek és Clash-el azok közben. Ja igen, és amúgy ez a videó, ez most igazából tényleg csak ennyi lesz, hogy megnézzük ezeket a Clash-elős fidget spinnereket, úgy gondoltam, hogy érdekes lenne bemutatni. Legcsináltam volna, hogy megosztom csak ezt a videót, de úgy gondoltam, hogy azért most lássátok meg tényleg ez mennyire király dolog, ezért a fidget spinner ez a 2017 legfelkapottabb dolga, ez egyértelmű. Úgyhogy miért ne csináljak róla egy videót igazából, úgyhogy hát ez csak annyiban kötődik Clash-hoz tényleg, hogy Clash jár a fidget spinner, de én amikor ezt megláttam, azért nagyon csodálkoztam, és hogy van valaki, aki ezzel fárad, és tényleg ilyen kreatív dolgokat készít. És egyszerűen tényleg le a kalappal előtt, hogy ilyen eszébe jut. Gondolom nem csak ilyeneket csinált, jó, ez most elég volt. Aztán nézzük, hogy logosat csinált. Csinált egy logosat. Ugye hasonlóan kezdik, kivágja a csapágynak a helyet, azt ugye netről meg lehet rendelni, ugye ez a kis cucca, ami itt van középen. Mindjárt, itt így néz ki. Ugye ez minden fidget spinnerben benne van, és akkor ő forog igazából ez a cucc. Ez picit olajos lett a kezem, vagy micsoda. Ja, szóval ezzel nem érdemes szórakozni. Neki ugye más fajtája van, de hát nem tudom melyik a jobb, fogalmam sincs. Itt a csavarra nem tudom mit mér igazából. Jó, hogy a csavart rakja bele, hogy kemény legyen és megmaradjon, és... Ó, hogy arra kellenek a csavarok, értem. Most már mindent értek, és ilyen speckó szerszámai is vannak, amivel ezt meg tudja csinálni. Ja, hogy ilyen vonalakat vág rá, mintha... Ó, oh, de jó, azért ez... Ja, igen, amúgy nekem is van egy logom, ezt nézzétek. Hát jó, nem egy fidget spinner, de nekem is van egy ilyen logom, ugye ezt Play-en kaptam, az egyik nézőmtől, ezúttal is nagyon-nagyon köszönöm. Úgy gondoltam, hogy most még egyszer megmutatom, mert azért ez tényleg elég kreatív és elég király dolog. Na, de nézzük is tovább. Ezt lerakom így óvatosan, jó? Na, nézzük is tovább, hogy mit alkot Bog Extreme. Hát tényleg nagyon-nagyon pontosan csinálja, és ez a gyurma ezzel azért elég kreatív dolgokat lehet csinálni, hogy őszinte legyek, mint láthatjátok. Nagyon-nagyon sok mindent, tehát hogy már láttam mindenféle Clash Royale-os arénát megcsinálva ezzel. De jó lett. Igen, hát igazából ez csak attól függ, hogy mennyire van sok időd, és mennyire tudod kidolgozni ezeket a dolgokat tényleg. Meg mennyire vagy kreatív, mennyire tudsz ilyeneket beszerezni, hát én semmennyire nem vagyok kreatív, és soha az életben nem fogni túl ilyen csinálsz. Főleg, hogy ez egy ilyen pici dologról van szó, szóval nagyon-nagyon pontosnak kell lenni, hogy most csinálja meg neki a tüskéket. Milyen nagy picit felgyorsítanánk ezt az egészet. Szóval ebből csináld hármat, és ezt fogja ráragaszgatni erre a cuccra itt középen, aha, így fog kinézni. Hát ezt se lehet, hogy kézzel megfogni, ugye az a lényeg igazából, hogy kézzel meg tudod fogni, és akkor így az ujjait között tudod forgatni, hát ez meg csak olyan lesz, hogy fogod és lerakod, és akkor így fogod tudni pörgetni, ez is olyan. De nagyon komoly dolog, hát azért nekem a log az egyik kedvenc kártyám, szerintem nem ez lett a legjobb tőle, de látjátok, ez nem is forog olyan sokáig, mint az előző pekkás. Na, következő az Executioner. Na, ez nagyon durva. Tényleg itt nem csak egy sima fidget spinnerről van, szerintem, hogy külön videóban van. Amit ugye a feltöltő Boxstream külön videója. Őt amúgy be is linkelem a leírásba, mert hát megértem el annyit tényleg, ha már ilyen kreatív volt, és az ő videóit használom. Ugye megint itt egy kis csavarok látszódnak. Aha. Igen. Itt több karika lesz, és ezt úgy kell elképzelni, hogy... Tehát, hogy forog ez a fidget spinner. Jaj, azt hiszem két ága van, és ami ezen lévő cucc, arra azon is van valami forog.
de ezt mindjárt megláthatjátok, itt a Executioner arcát készíti el most, nézzétek meg, mennyire király, mennyire hasonlít amúgy, itt valami cucca bekent, a szeme, szeme, kis kötők, mennyire pontos, nézzétek meg, mennyire igényes munkát ér, igényel, itt van, láthatjátok ott az arca, ott a foga, és itt most fogja nekünk összerakni az emberünk. Ott van a két plusz csapád, ja igen, két oldala van, balta, és ez lesz a végén, a két balta. Látszatjátok, ja igen, itt azért kell a csavar, mert arra rakja rá, így ez már így működne, de így is ugye működik egy ilyen mini fidget spinnerként, de ugye így most már működik, és a végén még a balták, és ez ilyen 3D-s fidget spinner, tehát így mindenfelé, minden, hogyan forog, pörög, minden. Hát azért elég nehéz megpörgetni, de legalább jól néz ki, ugye. Igen, így meg tudod pörgetni, és azokat a végén igazából lehetne pörgetni, de hát ugye az már too much. Ugye neki csinált egy fogót, mert ugye a tetejére egy arcot rakott. Úgyhogy szerintem ez lett amúgy a legjobb, és nézzétek meg, hogy mennyire jól kidolgozta ezt az egészet, tehát hogy itt láthatjátok ezek a fa részeket. Na, Levahound. Igen, ezt amúgy még jobban lealakítom, mert rohadtul idegesítő, felgyorsított zene. Igen, szóval itt, hát most már itt igazából beletekergethetek a dologba. Itt ugye elkészítem mindenféle külön kis részecskét. Mi ez a sárga? Ja, a szája. Aha. Wow. Messzebbről ez csúnyábbnak tűnt, de ez elég Wow. És akkor a szárnyak pörögnek. Hát ez egyszerű, de elég király. Szárnyakat ráhelyezi, 5-15 perc. Na, és ez még működik is. Tök jó. Tényleg tök jó. Egyet úgy elfogadnék, de hát nem tudok ilyet csinálni, rendelni nyilván nem lehet. Jó cucc, kreatív. Na, és most jön az IC záros, ez nagyon epik amúgy. Itt ebbe is kicsit beletekergetek, mert most már tényleg nem kell annyi... Aha, ez a közepe, és ugye jön az IC záros, és megcsinálja sok tüskét, de nézd, de még nem csak ilyen alak, hanem itt kicsit kifestegeti, belehúzogatja a lyukakat. Tehát az nem ilyen folyékony ragasztó, ráragaszgatja a tüskéket, ez is nagyon epik amúgy, egy különböző méret. Mennyire komoly, azért ez tényleg elég király. Na és igen, ez is sokáig pörög. És most van ez a bowleres tut, ami új. Nem kell az intro. Aha, ugye a bowler az lila, 7 percről beszélünk, Jézus, nekem nem kell annyi. Na szóval, ez az ilyen alma kivágó, wow, most már tudja, hogyan kell, mert ez alma közepét kivágó cucc. Itt igen, itt megcsinálgatja a dolgokat, megcsinálgatja, az micsoda? Tüske. Ez ilyen, ez a keze, wow! És akkor egy újat hozzárak, menj már. És belerakja a csavarokat. Golyó. Aha. Ja, golyóba rak csavarokat, rak a golyóba? De miért? Miért rak bele csavarokat? Én ezt nem értem. Ezek nem az ilyen bowler golyók, amiket ugye guri... Miért ford bele lyukokat? Ja persze, mert az ilyen bowling golyó. Bele a kezébe. Menj már. Ja, hogy három kezét. És az kezét. Miért vágja le? Miért vágja? Ja, mert ilyen színe van, mint ahogy levágott. Ez válsz? Jó, mert így egy direkt ilyen el tudja deformálni, na. Ez micsoda? De mennyire epik! Ez mi ez a micsoda? Ez egy kötél, de hogy... Na jó van. És egy csomót kötött rá. Kiégek, ez mennyire menő, úristen. Hát ez hogy találta ki az ember? Hát ez nagyon epik. Pörgesd! Meg lehet pörgetni normálisan. Ez nagyon epik. Ez tetszik. Egyet úgy elfogadnék, de hát... Nekem csak egy ilyen jutott. Na mindegy, srácok, ezeket a videókat belinkelem a leírásba, hogy ne kelljen megkeresnetek. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a videó. Tudom, nem volt túl tartalmas, legalább
remélem valami érdekeset tudtam nektek mutatni. És ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és komment formájában jelezzétek, hogy mit gondoltok erről. Nyilván több ilyen videót nem fog tudni csinálni, mert nem lesz több ilyen dolog, de hogy ez mindenféleképpen szerintem király lett, és gratulálok a srácok tényleg, hogy ilyeneket csinált, úgyhogy köszönöm szépen srácok, hogy itt voltatok ma is, ha még nem vagytok, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és holnap találkozunk a következő videómban. Sziasztok!